köszöntünk, és kérjük, hogy ünnepeljenek velünk. 40. születésnapját ünnepelte a Pajkos óvoda május 27-én. A hosszú évek alatt különlegesre ért Pajkos program mára már fogalom a környéken lakók szemében, melynek létrejöttében nagy szerepet játszott Csányiné Sőn Mária, aki már 1993 óta az óvoda vezetője. A Pajkos programot azt teszi különlegessé, hogy milyen kollégák dolgoznak itt az óvodában, milyen a személyiségük, hogy a humorra fogékonyak, nagyon sok játékos módszerrel fejlesztik a gyermekeket, a játékot mint eszközt és mint módszert is használjuk, talán ettől. Azt, hogy mennyire jó óvi a Pajkos, talán azt bizonyítja legjobban, hogy számtalan egykori óvodás is részt vett a rendezvényen. Volt, aki szülőként, hiszen a jó emlékek miatt gyermekének is ezt az óvodát választotta, és a fiatalabbak közül volt, aki az ünnepi műsorokba kapcsolódott be, és izgalmas műsorral szórakoztatta az egybegyűlteket. A sportos előadásokat adó gyerekek a Grosicsból, és a rock and roll bemutatót pedig a Teleki Banka általános iskolába járó gyerekek adták elő, úgyhogy sok visszajáró gyerekünk van, és szerencsére szeretik a szülők ezt az óvodát, és ha egy gyerekük ide jár, akkor a testvérgyerekeket is szívesen hozzák. Emlékeztek még rá, hogy milyen csoportba játszatok? Mi volt a neve? Én a Katica csoportba, Kati nénihez és Éva nénihez. Én a Csöréke csoportba, Bea nénihez és Zsuzsa nénihez. Kukai kútek császár, add vissza a gyémántfélkajcsájomat! A visszajáró gyerekek műsora után a különböző óvodai csoportok mutatkoztak be, mesejátékkal, népdalénekléssel és néptánccal. Egy szülő pedig a paffa bűvös sárkánnyal kedveskedett a gyerekeknek. Mert ő volt paffa bűvös sárkány, aki senkitől sem fél. Ha már szülinap, akkor a torta és az ajándékok sem maradhatnak el, amit az önkormányzat biztosított a különböző csoportok számára. Mindig nagy örömmel jövök ide, miután a körzetemben található ez az óvoda, és azt tudom erre mondani, hogy talán az egyik legjobb óvoda a 11. kerületben. Nem csak azért, mert a felszereltsége is kiváló ennek az óvodának, és ebben egy picit próbáltam segíteni is, hogy ez folyamatosan fejlődjön, akár az óvoda udvar kapcsán is, hogy a gyerekek találjanak újabb és újabb játékokat itt, hanem azért is, mert tényleg a vezetés is, illetve maga az egész nevelőtestület egy olyan lelkiséget, egy olyan programot tud itt megvalósítani, ez a Pajkos program, amiben a gyerekek valóban meg tudják találni azt, hogy nem kell úgymond önmagukat feladni, mégis lehetnek csintalanok, pajkosak, de mégiscsak a nevelésben, az oktatásban nagyon jó részt tudnak venni, és gyarapodhatnak itt.